Az elmúlt év végén a Klímabarát Települések Országos Szövetsége, a Szabolcs Merbereg megyei önkormányzat és az Integráció a Minőségi Fejlesztésért Alapítvány elindított egy programot, amely a klímaváltozás okozta problémákra igyekszik felhívni a figyelmet és keresi azokra a megoldást. A rendezvény sorozat csütörtöki állomásán Kisvárdán a hulladékgazdálkodás volt a középpontban. Jelenlegi legnagyobb kihívásunk a szelektív hulladékgyűjtésnek a továbbfejlesztése, ami egyrészt igényli a lakosság nagyobb arányú bevonását, illetve olyan infrastruktúra elemek létrehozását, amelyek lehetővé teszik a szelektív hulladék gyűjtését, illetve válogatását is. Ebből következően a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei szilárd hulladék gazdálkodási társulás egy újabb projektjavaslatot ad be, amelyet a kormányzat támogatásban is részesít. Az elkövetkezendő két évben 6,7 milliárdos forintos értékben valósulnak meg beruházások a megye területén, döntően a jelenleg is meglévő három hulladéklerakó területén, Kisvárdán, Nagyecseden és Nyíregyházán, de létrejönnek például terveink szerint új hulladékudvarok, ahova a lakosság bevéheti a nála felhalmozódott szelektív hulladékot. Leleszi Tibor, Kisvárda polgármestere elmondta, tervezési szakaszban van egy olyan beruházás, amelynek hatására jelentősen csökken majd a fűtési energia előállítási költsége a városban. A következő lépés egy nagyon komoly beruházás, nagyon Kisvárdán, ahol a szelektív gyűjtés eredményeképpen biogáz fejlesztés fog történni, és ez a biogáz a távhőt fogja segíteni, és egy olcsóbb energiaforráshoz fog jutni a város. A rendezvény sorozat következő állomásán, szeptember 20-án Nagykállóban az üvegházhatás jelenségeivel és az épület energetikával foglalkoznak majd a szakemberek.